Csak nem betelt a Nyírbátori Ipari Park, termékeny volt ez az év is a település gazdasági életében. Jelenleg több mint 20 cég működik itt, de folyamatosak a fejlesztések. A német Rosenberger 2016-ban jelentette be 3,1 milliárd forintos nyírbátori beruházását, 8000 négyzetméteres üzemet építenek majd, ahol autóipari alkatrészeket gyártanak. Jelenleg bérelt épületben működnek a településen, ahol 300 embert foglalkoztatnak, a beruházással azonban további 400 főt alkalmaznak majd, de nem ez az egyetlen cég, amely bővíti üzemét. A Koloplaszt nyírbátori gyáregysége egy újabb üzemmel bővül, ami nagyságrendileg önmagában egy olyan 1000 fő munkahelyteremtést jelent, de emellett szerencsére valamennyi nyírbátori cégnek a megrendelés állománya az folyamatosan bővül, és ennek köszönhetően gyakorlatilag a nyírbátori ipari park növekedése nem attól függ ma már, hogy a nyírbátori cégeknek növekszik-e a piaca és tudják-e a termelést bővíteni, hanem attól függ, hogy arra a problémára, hogy a munkaerőhiányt, a szakképzett munkaerőhiányt, a diplomásokat és a betanított munkásokat, azt hogyan, milyen körből tudjuk bővíteni. Nyírbátorban több olyan programot is elindítottak idén, amely a határon túl és a megye kevésbé fejlett gazdasági területei felé is próbálja kinyitni a város kapuit. A cél, hogy más településekről is Nyírbátorba költözzenek és ott találjanak munkát. Nyírbátor nem csak az elmúlt évben, hanem folyamatosan mondhatom, hogy az elmúlt 10 évben az egyik legdinamikusabban fejlődik, és ennek megfelelően az ebből származó bevételei is jelentősen nőnek. Még azokban az években is elmondható volt ez, amikor a 2008-9-es évben gyakorlatilag a válság idején a legtöbb mutató az egy kicsit visszafordult, nálunk a bevételek akkor is, ha nem is olyan mértékben, de növekedni tudtak. És az egy abszolút pozitív dolog, hogy például várhatóan ebben az évben is 15% felett lesz a településen a gazdasági növekedés, és ennek megfelelően az ebből származó bevételek is. Így csak a többletadó bevétel eléri a 150 millió forintot Nyírbátorban. Az összeget az előző évekhez hasonlóan ismét visszaforgatják majd a gazdaság, illetve azon szolgáltatások fejlesztésére, amelyek még vonzóbbá tehetik a települést.